Magyarországon, ha ezt mondhatjuk, még elég gyerekcipőben jár a komoly zenei menedzsment, aminek úgy gondolom, hogy legfőképpen az az oka, hogy egy nagyon kicsi piac a magyar piac, és minden zenész is ismeri egymást, illetve azok az emberek, akik potenciálisan menedzserek lehetnek, vagy már a zenei szakmában dolgoznak, is ismerik a zenészeket nagyon jól. És ebből az adódik, hogy nehéz egy zenei ügynökségnek megélnie a magyar piacon, hiszen mondjuk a zenekarok vagy a fesztiválok sokszor direktben a zenészekhez fordulnak, hogyha fel akarják őket kérni egy projektre. Azt gondolom, hogy a legjobb példája talán a most működő magánügynökségeknek Körner Tamás ügynöksége, ami nem csak Magyarországon, hanem külföldön is képviseli azokat a művészeket, akik nála vannak hozzászegődtek el szerződéssel. És mindenképpen érdemesnek tartanám azt, hogy Magyarország is a nyugat-európai útra térjen, tehát hogy minél professzionálisabban működjön ez a szakma, hiszen a zenészeknek nem az a feladatuk, hogy önmagukat képviseljék, nem az a feladatuk, hogy árajánlatokat adjanak, vagy életrajzokat küldözgessenek el fesztiválokra, és ezt egy erre szakosodott embernek kéne végezni. A sikerzáloga azt gondolom, hogy nagyon nagy részt a kapcsolati tőkében van. Aki a Verk Akadémiára jön tanulni, azt javaslom neki, hogy az előadókkal, akik ezen a szakon órákat és előadásokat tartanak, minél jobb viszonyt próbáljon kialakítani, és kezdje el a kapcsolati tőkéjét építeni, hiszen akkor tudunk minél jobban eladni egy művészt, hogyha megvannak hozzá a kapcsolataink, és tudjuk, hogy kihez forduljunk, amikor úgy gondoljuk, hogy egy projektet szeretnénk megvalósítani azzal a művészt. És hát természetesen járjon minél többet koncertre.